A Magyar Vöröskeresztet leginkább a véradás szervezési tevékenysége miatt ismerik, emellett azonban számos karitatív feladatot vállal. Idén tavasszal például bekapcsolódtak az Országos Mentőszolgálat határmenti ellenőrző feladataihoz. A szervezet munkatársai és önkéntesei napi 10 órán át mérték a beérkezők hőmérsékletét, illetve adatokat rögzítettek. A koronavírus járvány miatt továbbra is várják az önkéntesek jelentkezését. Most megváltozott a feladatunk, szintén ebben az időszakra is kaptunk felkérést az Országos Mentőszolgálattól. A Nyíregyházi Irányító Központba várjuk most az önkéntesek jelentkezését, amit a Vöröskereszt Szabolcs megyei szervezete fog össze. Mi szervezzük az önkénteseket, mi készítjük el az időbeosztást, és egy adminisztratív feladat ellátására hívjuk most azokat, akik tudnak áldozni erre a szabadidejükből. Adatrögzítést kell végezni. A fiatalok és az idősebbek jelentkezését is várja a Magyar Vöröskereszt. Fontos azonban, hogy csak olyanok jelentkezzenek, akik biztonsággal kezelik a számítógépeket és tudják rögzíteni az adatokat. Lassan közelednek az ünnepek, ilyenkor talán még aktívabb a Vöröskeresztnél az adománygyűjtő tevékenység. A Csak egy kis apróság elnevezésű kezdeményezésben jó partnerek voltak az iskolák, ezt idén negyedik alkalommal szervezték volna meg, viszont a járványügyi szabályok nem teszik lehetővé, hogy az iskolákban gyűjtsék össze az adományokat. Ennek pótlására november közepén indítanak egy adománygyűjtő kampányt, ahol akár a pár száz forintos segítség is sokat jelenthet. Főleg azért, mert a járvány miatt akár olyanok is megjelenhetnek idén adománykérőként, akik eddig korábban még nem szorultak segítségre. Ebben a hónapban pedig a véradók munkáját is megköszöni a szervezet. A Vöröskeresztnél az ünneplés nem csak decemberben kezdődik el a klasszikus ünnepekkel. A mi klasszikus ünnepünk az minden évben már novemberben elkezdődik, ez a véradóknak a köszöntése, ez az a hónap, amikor települési és munkahelyi ünnepségeken meg szoktuk köszönni azoknak a véradóknak az elköteleződését, akik már nagyon sokszor nyújtották karjukat. A pandémiás helyzet nem fogja lehetővé tenni azt. Egyrészt egyre inkább elmaradnak a rendezvényekről a résztvevők, és ezért arra számítunk, hogy valószínűleg a véradó ünnepségek is hasonló módon zajlanának, viszont nem feledkezünk el a véradókról. A területi vezető kolléganők, illetve a véradás szervező kolléganők gondoskodni fognak arról, hogy ebben az évben is méltóképpen megemlékezzünk a rendszeres véradóinkról. Az önkéntesek szerepe azért is fontos, mert egyetlen véradással 3 betegen is lehet segíteni. Mivel a levett vérből plazma készítmények, vörös vérsejt és vérlemezke koncentrátum készül.